Hola Margarita Padron. Ráj, emlékeztek 20 éve az iskolába. Jó, így látítod, hogy ilyen kicsik voltunk-e. De nem változtál semmi. Vicce. Nem vicce. Nem csípem a humorotokat. A kis pattanásos gyereket hogy elpicsálsz? Te voltál az a pattanásos gyerek, aki el lett picsázva. Igen, és mi picsáztunk el. Spoldját rá! Na. Nem vagyok egy haragtartó ember. Nem vagyok egy haragtartó ember. Mivel foglalkoztok amúgy? Mi? Hát mostanában... Figyelj! Mondom én a tutit. Amigo mio. Nem vagytok ti ember szari gyerekek, mi? Mondom a tutit. Akartok egy kis pénzt keresni? Ki ne akarna ilyen órát? Akarsz ilyen órát? Persze, hogy akarsz. Én megszerzem neked. Akarsz ilyen karkötőt? Látod, milyen autóval jöttem? Kókó, kurvák, minden. Megvannak a legjobb helyeim, hogy mit, honnan, hova. Miért akarnám kihagyni a két legjobb barátomat? Há? Hombre! Despacito! Minden meg lesz, amit akartok. Itt van telefonszámok. Honnan, hova szállítok. Minden megvan. Elmiszek a véletlenekbe. Azt gondolom, hogy nem véletlen találkoztunk mi így hárman. Ti bíztok bennem? Én bízhatok bennetek? Pátra, mindegy! Mondom a tutit, de megtesztek nekem egy pici szívességet. Lesz óra, karkötő, új autó. 20 év, fájtlat rá. Mi jó. Mindenkinek jó. Dinero, hombre. Illegális. Na és? Mi baj lehet? Nem áll gringo. De puta madre. Úgy ültök itt, mint valami kibaszott, bepoloskázott nyomozó. Amigo mio. Azért hacsartam volna, hogy ti mondjátok el először, hogy mivel foglalkoztak, nem? Nyomozó urak. Hát ezt a hülye vagyok. Amigo mio. Amigo mio. Azért 10 év múlva megiszunk egy kávét, nem? Lesz az 15 is, nem, Gabi? Az biztos. Nem fogok mondani semmit. Már elmondtál mindent. Meg hülye vagyok. Induljunk, vamos!